állami támogatásnak, milyen támogatásokat adhatunk. Ez azt jelenti, hogy kötött a kezünk, mégis mindent megteszünk annak érdekében, hogy a külföldiek magyarországi beruházásai legalább olyan mértékben támogassuk, mint a magyarországi vállalkozások magyarországi munkahelyet teremtő beruházásai. Az Audival konstruktív az együttműködés, az eddigi tárgyalások mindig eredményre vezettek. Az kétségtelen tény, hogy a versenyben az európai jogszabályok hátrányt jelentenek, mert az Európai Unió kívüli országok szinte korlátlanul tudják támogatni a saját büdzséjükből az oda települő vállalkozásokat, mi bizonyos támogatásokat nem adhatunk meg az európai versenykorlátozások miatt sajnálatos módon. Tehát Európai Unióban ilyen szempontból hátrányból kell indulnunk, mint az Európai Unió kívülről. Tehát praktikusan, hogy egy szomszédos ország nem tagja az Európai Uniónak, szélsőséges esetben előnyösebben állható tulajdonú Magyarország, mert nem köti a tiltott támogatásra vonatkozó szabályokat. Az Audival pedig heti rendszerességgel zajlanak egyeztetések, akár tudatásfejlesztés, akár telephelybővítés, akár a repülőtér kapacitás fenntartása kapcsán, hulladék elhelyezés kapcsán, folyamatos napi szintű és rendkívül konstruktív az ötünk.